Szevasztok srácok, Csipi vagyok, itt van Alex is velünk, ez most egy ilyen éjszakai draft, mert hajnal kettő van, nem is tudom miért kettetté fel, hogy leközvetítsem ezt a meccset. Én már aludtam volna, de nem lehetett. Igen? Nem, mindegy, hát folytatjuk ma is tovább a draft sorozatunkat, három mérkőzésen már túl vagyunk. Ez a három mérkőzés pedig úgy néz ki, hogy 4-1, 2-0 és 5-2. Ebből nem tudom, van még biztos végigment, de három kilépett a kettőből. Nem mint három képet, elmészek rá. Én sem emlékszek ma meccsekre, én aludtam. Na hát a draft egy nagy szar, nem volt jó felállást, azt mondja Alex, hát a védelem egy kalap fos, van ott egy Suárez, helyette egy Sánchez, van ott két Totti kártya, meg egy Totti Bonucci. Hát beszokott még jönni egy Messi, beszokott még jönni egy Basket, Hummels, Hummels is beszokott jönni. Ennyi. Nagyon-nagyon nem volt jó ez a draft. Tehát nagyon szar játékosokat dobott meg szar felállás. És hogyha nézzük egy ellenfelet. Nézzük, sötét démon csapatát, van ott egy Gullit, Neymar, Kroos, Alba, De Gea, Casemiroja is van, vazd meg, Mané, De Bruyne, hát a védelem az elég kalafos, de azért a csapat nagy része, tehát egy olyan 8 játékos viszont, 7 játékos viszont elég baszó. Hát ez a sötét démonok nevezetű csapat. Lestartolta, úgyhogy cserélünk mi is, gondolom ő is cserélni fog, főleg ott a védelembe fog szerintem cserélni, hiszen a csapat többi része az elég ütős. De biztos nem cserélnék semmit. Úgyhogy valószínű, mivel 2018 áprilisi az akunt, így valószínű, hogy csaló akunt, és maga a játékos is csaló, tehát... Bazd meg, ezt be kell lőni, és akkor nincs probléma, rég kilépett volna. Tényleg, ez tipikus csalós srác, tehát ez azért draftol, hogy leglítsalja a meccseket. Ezeket ismerem, ezeket a fajta játékosokat, ezeket a 2018 áprilisi akunt, az 2018 márciuson még csak. Na, megtörténnek a cserék, Ronaldo-t hozta be a Sané helyett, a Mané helyett. Mi pedig behoztuk ugye Messi Pedro helyett, és Hummels Collins helyett. Alexis meghúzza ott a szélen, hopp, bepörget egy embert, vagyis hát egy védőt. Középre fogsz passzolni, igen, gondoltam. Négyen vettek körbe. Esélyed nem volt lőni. Gullit mindjárt beindul. Ezt mondtam. Hú, de jó volt a Totti Bonucci. Alexis Sánchez, jó volt a lefordulás, hopp. Ez egy béna játékos lesz. Aki ilyen hülyén csúszkál be, az egy nyomorék. Nem? Tehát aki így, mit tudom én, 5 méterről csúszik be rá, tudod? Aha, ezt meg kell verned. Úgyhogy jó lenne, ha vezetést szereznél, hogyha összehez vezetés, biztos, hogy ki fog lépni, és készítjük újra a döntőt. Alexis? De Bruyne? Kroos leszerelj De Bruyne. Meg is indul, mindjárt 16-oson belül leszünk. Így most már messzivel tényleg 16-oson belül vagyunk. Mindig ezek a bepróbálom középre passzolni. Szörnyű. Mindjárt alsz. De hogy is. Mindjárt kapsz egy gólt és felébredek. Alexis. Bazd meg. Hát elcsúszott a védővel, mehettél volna még egy 2-3 lépést, akkor bevered onnan. Nem így 18-ra egy ilyen lapos lövést teresztesz, mert ráadásul olyan lassú volt. Kipróbáltad már az új kék Sánchezünket? Na majd akkor jövő héten kipróbáltad a déliknek autókba, indul a szél, azaz. Szerintem nagyon jó lövi a lapost. Ott van a Messinek egy kapufa. Úgy néz ki, hogy mindenki maradt, srácok. Hopp, eladja a labdát a kapus kirúgás után. Hazard, ez be kell lőni, ott is van szépen egy 0. Hazard pedig kirohan a kameramenhez. Megjött ugye Messi, De Bruyne, Sánchez is. Örülnek a magyar szurkolók.
Well, that has been coming, and they've played well enough, making so many chances, they've taken this one. And what now is Dorgot? Because no shortage of chances created. Top day for them. So the first goal, it's 1-0. Hopp, egy újabb labdaszerzés. Hazard. Szóval szorongatta ott, azt hiszem, De Bruyne. Alexis Sanchez. Lőtt passz, De Bruyne vissza, Kanté, valaki kindítsál be. Ez az. Alexis. Csavarás, hoppá, de bevertett. Gyönyörű volt. Ez fantasztikus volt. Ellövi bokából egy ilyen laza mozdulattal be a hosszúba, De Gea szemmel verte. Ellenfelünk lestartolta? És ki is lépett. Na hát ez egy nagyon könnyű draft döntő volt, srácok. Volt Suárez-e. Mané fönn volt, azt jött be a Messi. Na és ebből a piatba átléptük a 2,2 millió coint. Az előző draft ugye elég szerencsés nyitásokat hozott, Koulibaly meg a többiek. 4-1-2-0, 5-2-2-0, úgyhogy most biztos, hogy valami kula pakvariációt fogsz kapni. Na, megint egy prémium golpak, megapak, ebbe lesz egy TOTS játékos, bármi bele. Ezt így megmondom neked. Ebbe TOTS lesz. Nem ebbe lesz a TOTS. Jó, kakipak. Na, lehetjük két megapakkot, srácok. Egy tocot dob már be. Ez egy vékony pak. Ebben nem lesz ló, szar se. 82-es Rafael, Kokorin, Hector. És van benne egy ilyen, az be van glitchelve, vagy tényleg van benne egy... Be van glitchelve, ez ki lehet amúgy. Három ezüst van benne. Ez nem ér semmit szerintem. Akkor azt küld a klubba. Ó, ez elég szar meg a pak volt. Egy pak! Jön egy ott. Ez is vékony pak, nem hiszem elbazd meg. Krisztenzen van benne egy Bellerin. És ebben is van három ezüst játékos. Hát ez egy könnyű draft volt, de... Most nagyon szarokat dobotta meg, ami. Viszont ez az egész. Kuka csak küldbe azokat a játékosokat. Hát, egyszerűen tudjuk ezt használni valamire. Na srácok, ez egy könnyű draft döntő volt. Megint egész jó pakvariációt kaptunk, ugye a két megapap meg egy 25k-s pak. És most... Jó, bocs, 7,5k-s pak, igen, bocs. De most a megállban nem jött semmi. Tehát, most hulladékverevard volt. Tehát jó pakok, de szar tartalommal. Azért tetszett. Dob rá egy lájkot, folytatjuk tovább a draftot, hiszen akarunk nyitni a draftból is egy toccot mindenképpen, a tocc időszak alatt, ha nem többet. Úgyhogy Alex, játszott, én Csipi voltam, szevasztok! Szevasztok.